mert mégis egy város, tehát szerintem azért csak szabad kialakítani egy teret, de mellékes, én ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy sajnos úgy érzem, hogy egy kicsit nekem ezt tisztem, pedig semmi szín alatt nem szeretnék személyes kritikát megfogalmazni, mert én viszont részt vettem a pályázaton, és ez nagyon nem fel. Két dolgot szeretnék tulajdonképpen csak elmondani, hogy én nagyon úgy érzem, hogy a szakmai támogatottsága nagyon gyenge ennek a javaslatnak, tehát remélem, hogy én legalábbis ez alatt a három hét alatt, ahogy kérdeztem, én egyik részt nem találtam, aki van viszonyú szolgálóhoz. Én mindenképp azt tudom, hogy ez már az engedély vagy a szépfél fázis. A puszfázist azt én láttam, de az egy zöldövezetről szólt, nem sárkányomról. Most a jadvázatról szólt. Az jobb állókatban, azt tudom. Arról nem tudta befejezni. Politikai implikációja miatt senki nem akarja mondani, és én kicsit úgy érzem, hogy most már felnyúlt valahogy egy olyan fajta elfolytott dolog, amit annak ellenére, hogy én nagyon mondom, abszolút nagyon gratulálok Palinak, és semmilyen személyes kritikát nem szeretném is megfogalmazni, de hogy ez szerintem valahogy kommunikálni kell a városfele. A másik pedig ez amit így nagyon érzek, bár nem nagyon fordulok, úgyhogy kevés kapcsolatom van, de egy ilyen nagy keseredettséget érzek így a román értelmiség részéről, és azért adok ennek én hangot, mert nekem is nagyon jól esik, amikor Bukarestben, Brassóban, a Zoare magyar honlap, magyarul is megjelenő honlapja miatt román erről nem elszólt. Ezt a politikát én úgy érzem, hogy a város ezt nagyobb hangsúlyt fektessen. Én úgy veszem észre, szerintem az emberek nagy részének a javaslat tetszik, viszont a szakmának szerintem nem, és a... Második szakmai részben.